Na sziasztok kedves nézők, napok óta csinálom rakom föl a Peugeot partneres videót. Itt volt este még, meg most reggel is az autó, látjátok, lemostam gyorsan, hogy azért mégsem menjen úgy el, 6 hónapot állt, vagy nem mennyit a motor felújítás miatt. Most össze lett rakva, nagyjából a kosz por retek nagyjából el lett takarítva róla, és hát eddig jutottam, megpróbáltam megfordulni, és elszakadt a kuplung bovden, vagy letört a pedálról a pöcök, nem tudom, hogy ennek milyen pedálja van. Tehát eddig jutott az autó, körülbelül 5 métert, és ebből az a vicc, hogy ugye a tolató lámpa részsel valami gond volt, meg volt beszélve az autó villamosságissal, hogy megyek hozzá, meg a lámpa kapcsolót akartuk kirelézni, hogy ugye az Peugeot betegség, hogy a indexen levő lámpa kapcsoló rész a tőbe kikopik, és állandóan kapcsolgatja a világítást, ha gondol egyet. Aztán van, amikor működik több száz, több ezer kilométeren keresztül, azt egyszer csak gondol egyet egy gödörnél, és lekapcsolja a világítást, és hát ez nem olyan kellemes, amikor városi közlekedésben vagy, és mondjuk indexelni akarsz, és lekapcsolja a lámpát mindenestül, vagy például éjszaka sötétbe menni hazafele, és ezt általában olyan helyen szokta csinálni, hogy amikor a legtávolabb vagy otthonról, és ugye nem tudsz hazajutni, és már rácsötétedik, akkor kezdi el csinálni, és akkor csinálja ezt folyamatosan. Úgyhogy hát itt tartunk most. Úgyhogy szép ruhába átöltöztem, mert még kellett volna egy pár ügyet intézni. 5 napja megy az autó, teljesen rendben volt vele minden. Persze a másik autó szét van szedve. Arra nem volt időm, hogy azt megcsináljam, mert ugye az elmaradásokat be kellett hozni. Örültem, hogy van egy autó, ami működik, és hát most ez sem működik C-vágány. De biztos jártatok ti is így, írjátok meg a kommentbe. Ilyenkor azért akadozik el a szavam, mert ilyenkor még az ember köpködne meg, anyázna össze-vissza, mert olyan indulat van benne, hogy ugye mára is volt egy csomó program eltervezve, és most megint az van, hogy két autó közül egy sincs. És hát sajnos ezek mostanában, úgy hallom, nem én vagyok az egyetlen, és sokkal drágább autókkal is megtörténnek ezek. Itt most az a probléma, hogy megrendelgetni ide a semmi közepébe a alkatrészeket, az megint egy borsosár. Az, hogy elmenjek érte, ahhoz egy autót össze kéne rántani, de hát még a táliának is kétséges, hogy mik lehetnek a bajai. Úgyhogy hát jelen pillanatban itt tartunk. Hát remélem, hogy megoldódik. Ugye nem akartam megismerni, hogy működik ennek a kuplungja, mert úgy voltam vele, hogy ezzel még lesz talán egy évem. De most a bovden rész miatt meg kell tudakolnom, és azt is, hogy milyen kuplung bovden megy bele, hogy kell kicserélni. Hát a Ducatót azt már tudom, mert abban már négyszer vagy ötször kellett kuplung bovden csinálni. Nem azért, mert szar az autó, hanem azért, mert olyan sok ideig volt nálam, és olyan sok kilométert mentem vele, és rengeteget mentem vele városba, rakottan. Rengeteg helyre kellett betolatgatni, százszor egy nap, hogyha kellett, mert építőiparba rakottan kellett vele szenvedni, és hát az is a legváratlanabb helyzetekbe tudott elszakadni. Ugye volt olyan, hogy lehet, hogy nem is volt ennyi csere, hanem inkább az volt, hogy eltört a pedálon egy ilyen műanyag pöcök van beakasztva, mert műanyag azon a kuplungpedál, ami elég masszív, azért van kitalálva, hogyha ha baleset történik, akkor a pedál le tudjon törni, és akkor ne okozzon olyan sérülést. Na, hát mindegy, én ezt kiiktattam belőle a francba, mert azért az már nagyon nagy balesetnek kell lenni, hogy a 2 tonnás Ducatónak bejöjjön a motor, meg minden a fülkébe, és akkor tettem oda egy lemezlapot, na onnantól kezdve megszűnt örökre ez a leszakadásos szírszar. Most attól, hogyha olyan ütést kap, úgyis a műanyag eltörik, de ez a kis pöckös fölakasztó egy kuplungnál, amit milliószor begyomkodsz egy városi forgalomba, főleg amikor dugóba mész, hát az nem egy jó eljárás. Én ezt egy ilyen lemezlapra kiváltottam,
és teljesen jól működött. Hát most ennél, hogy mi lesz, és mit kell még kitalálnom, hogy ez ne legyen, hogy most a kuplung bobden szakadt el, vagy, vagy csak itt a felfogatása, ennél is valami baszás van bennem, ezt nem tudom. Majd most ülök le a számítógép elé, megpróbálok megnyugodni. Ha most kávéznék, cigiznék, akkor innék egy kávét, meg szívnék egy cigit, de hát ezeket nem használom, úgyhogy csak a fél reggelimet ettem meg, azt most szépen befejezem, és nekiállok kuplungbobden vadászatnak, meg hogy hogy kell szétszedni, hogy néz ez ki, merről álljak neki, honnan kell kiakasztani először, és merre kell rakni előbb. Úgyhogy hát ez fog most következni. Hatásszünetek azért vannak, mert csúnya dolgokat tudnék mondani, de mondom, ez a idegfeszültséges állapotban úgy voltam, hogy azért csinálok inkább egy videót, és nem mondom a többit. Sajnos ezekkel azért kéne foglalkozni, mert amikor beszélek a pénzlehúzós helyzetekről, na pont ez az a helyzet az, amikor... Na mindegy, csak elmondom, mert azért csak böki a csőrömet, hogy amikor a ismerősök, barátok, tehát vannak szakmák, amik nagyon jól meg tudnak élni az elrettentésből és a lehúzásból. Aztán konkrétumokra nem térek ki, mert itt volt más szakterület is, ahol még súlyosabb pénzek forognak, és amikor rá vagy szorulva, akkor beindul a pénzszivattyú. De erre ezt most nem akarom kifejteni, majd egy másik videóban elmondom, mert most egy kicsit ideges is vagyok, és arról még csúnyában tudnék beszélni, mert az még egy nullával vagy két nullával is több, mint egy ilyen autójavítás. Lehet, hogy akik ismerik a csatornát és a történetet, azok tudják, hogy esetleg miről beszélek. De, na mindegy. Tehát ilyenkor az az szokott történni, ha most van egy újabb autód, tehát mondjuk nem egy ilyen szutyok, ami ilyen fél millió körül mozog, hanem van egy olyan autód, ami másfél-két-három millió forintos, és tudják, hogy olyan munkahelyed van, hogy arra neked napi szinten szükséged van, és óriási pénzkiesés, vagy esetleg gyerekek vannak iskolába vinni, bevásárlás, bla bla bla, vagy van olyan családtagod, aki beteg, és kórházba kell járni, akkor tudják azt, hogy kinyílik a pénztárca, vagy most mondjuk most már a bankkártyának, hogy lehet fejni, és... első körben beijesztenek, hogy hú, hát itt nagy a baj, hát ez sokba fog kerülni, meg hú, hát nincs is időm most, meg úgy el vagyok havazva, az közben lehet, hogy üres a műhely, de jön a sok hű-hó, és na mindegy, hát hozd ide valahogy címszóval, biztos már sokkal jártatok így, és akkor fogadsz egy trélert, mert gyorsan kell, nem gondolkozol, nem cselekszel, mert be vagy pánikolva, millió dologgal el vagy maradva. Már azok a terhek is megterhelőek voltak a szervezetedre, mert nem tudtál már napok óta, hetek óta pihenni, nem tudtad utolérni magad, és akkor jön egy olyan káosz, amiben meg nem is tudsz igazából tenni semmit sok esetben, mert nem a te szakmád, nem a te feladatköröd, te a szakmádat, feladatkörödet, baráti dolgaidat mindig megcsinálod tisztességesen, és ilyenkor jönnek elő, hogy amikor probléma van, hogy ki az igazi barát. Mert ilyenkor jön elő az, hogy lesz-e valakibe annyi, hogy segít elvontatni, lesz-e valakibe, mert egyébként van az embernek több ezer barátja, ezt én tudom vállalkozóként, hogy ezres nagyságban voltak a telefonomba emberek, akiknek a nagy része mindig úgy dicsekedett, hogy mi milyen fasz a barátok vagyunk, meg volt, akivel már 20 éves kapcsolatok voltak, de amikor lerohadt az autón, akkor mindig az volt, hogy hú, hát én most ezt nem tudom, most amaszt nem tudom, hú, hát én most így, hú, hát én ezt most úgy, meg most nem tudok elmenni, mert fáj a derekam, meg most éppen meccset nézek, meg akármi fasság, biztos nektek is ismerősek ezek a történetek, és előtte például két nappal hallottad, hogy jó, hát ő bárkinek ugrik, és akkor bármikor segít, és akkor esetleg olyan vadidegennek tényleg segített, aki be hasznot látott, és benned, hogyha éppen nem lát olyan profitot, akkor szarik a fejedre, és old meg magad. Na hát ebből lesz az, hogy én nagyon sokat voltam úgy, ezekhez hozzá kell tenni, itt valamelyik kommentben leírtam, hogy ugye több mint 2 millió kilométert levezettem. Tehát ez azt jelenti, hogy őrülten ilyen kocsikázós emberke voltam,
és rengeteget mentem. Részben szakmai dolog miatt is, részben csak azért, mert imádtam vezetni, és megismerni új helyeket, új tájakat, tehát engem ez nagyon érdekelt, és hát azért óhatatlan olyankor ilyen történet is, mint ez, hogy valami bedöglik, és nem tudod önerőből megoldani, hanem muszáj lesz segítséget kérned. Hát volt így Szlovákiában, Magas Tátrában, hogy eldurrant a turbócső, Hollandiában volt, sőt, akkor csak lelazult és leesett, Hollandiában volt olyan, ott durrant el, tehát ott szakadt ki, és akkor hát az egyik az ilyen 600 kilométeres távolság, a másik meg 1600 vagy 1400 kilométer. Tehát ott azért jön a para, hogy ha trérert kell hívni, már az akkor se volt egy olcsó mulatság, és hogy jössz haza, hogy hozott haza az autót. Hát és én akkor még úgy voltam, hogy fegyveres őr voltam csoportvezetőként, tehát elég felelősségteljes beosztásom volt. Csak a kutya ugrálsz, valamit felborított. Tehát elég sok emberrel kellett kapcsolatot tartanom, és ugye a fegyveres őrségben nem lehetett bárkit beállítani helyettesítőnek, hanem csak olyan állhatott be, akinek fegyverpapírja rendben van, aki a pihenőidejét letöltötte, stb. 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 Tehát nem úgy volt, hogy akkor bennmarad valaki 3 napig, mert jó fejségből segít, hanem ennek megvoltak a szabályozásai. Na most, hát ugye 1600 kilométerről nem úgy vagy, hogy hazaugrok, elintézem a feladatomat, aztán visszaszaladok, aztán megoldom az autót, és akkor lesz, ami lesz. Na mindegy, ott is segítséget kellett hívni, és ezért mondom sokszor, hogy segítsetek egymáson, mert sok esetben olyan embertől kapod vissza, akit a büdös életben nem láttál, és a büdös életben nem is fogsz többet látni. És nekem is így volt ez Hollandiában és Szlovákiában is, hogy olyan ember segített például Szlovákiában arrébb tolni a hegyoldalba a Dukátót, akit soha életemben nem láttam, megállt egy szép autóval, segített, odébb toltuk, teljesen jó volt. Hollandiában egy műhelyes tök normális volt, mert félretoltuk az udvar mellett a kocsit, és akkor, sőt, először kijött velem, kigyalogolt velem, vagy kijött velem kocsival, kivitt engem, mert aztán először 3 kilométerre volt a műhelytől lerohadva, kivitt engem, beindítottuk annyira a kocsit, hogy be tudjak oda gurulni a műhely mellé, és akkor mondta, hogy hát egyikünk se tudott a másik nyelvén beszélni, tehát ez ilyen mutogatással, kézzel, lábbal ment, hogy álljak meg a műhely mellett, ne menjek be, mert ők szívesen segítenek, de mutatta, hogy mennyi a hány euró a órabérük, és az nem biztos, hogy nekem egy kellemes dolog lesz, de olyanba tud segíteni, hogy ad szerszámot, ad alkatrészt, megmutatja, mit, hogy kell csinálni, és ha meg tudom csinálni, akkor szóljak, ha elakadok, akkor is szóljak, és akkor majd megpróbálja megmutogatni. Tehát értitek, innen jön nekem is ez a videózásos dolog, hogy amit tudok, azért abba próbálok így segíteni, mert én nekem is sokszor segítséget jelentett ez a dolog. Hát és ilyenkor jön az, hogy amikor van autószerelő barátod, akinek segítettél mondjuk házat építeni, segítettél költözködni, segítettél, mit tudom én, kerítésoszlopokat beásni, vagy bármi hülyeség, tűzifát behordani, vagy bármit, ami fizikálisan azért oda kellett tenni magadat, és nem arról volt szó, hogy megfogsz egy szatyrot és beraksz neki a kocsiba, és akkor hú, mekkorát segítettem, mert 10 kiló volt a szatyor, hanem tényleg olyan, ahol akár napokig, hetekig menni kellett, gürizni kellett, stb. És amikor történik egy ilyen dolog, ami az ő szakmaisága, ami az ő tevékenységi köre, akkor azt mondja, hát figyelj, ne arra, hogy én nem emlékszem, hogy ezt hogy kell csinálni, én nem tudom, ilyet még nem csináltam. Aztán kiderül, hogyha jó az emlékezeted, és nem kell kavintont szedni, hogy előtte miatt szétment a tied, előtte is egy hónappal, amikor ott voltál nála, állt 2 ilyen autó az udvarba, és amikor megtörtént az ominózus eset, és túl vagytok rajta, és azt hiszi, hogy amnéziás idióta vagy, 3 hónapban megint áll 5 ilyen autó különböző időpontokban az udvarba, és szereli és csinálja, csak éppen pont a tiedre nem ért rá, pont a tiednek nem emlékszik, hogy és milyen alkatrész kell hozzá, és utána későbbiekben beszélgetések során kiderült, hát igen, egy ilyet szedtem szét, egy ilyen motort, hát igen, de már nem is emlékszem rá, de aztán utána teljesen jól elmagyarázza, hogy is volt az, csak éppen pont a tiédnél nem emlékezett rá. Azt egy másik beszélgetésnél, másnál, hogyha hallod, idegenni, akkor el is felejt, hogy te is ebbe a részese voltál, mert ő neki azért kéne már kavintont szedni sok esetben, és előtte elcsekszik egy másiknak, hogy milyen egyszerűen meg lehetett oldani, és nem kellett egy hétig szerelni, hanem azt egy délelőtt alatt megoldotta,
kurva jó pénzt keresett rajta, Tula is jól járt, csak éppen te a barátja nem jártál jól. És hát igen, na ezek a mocskosságok, és én ezért mondom azt mindig, hogy a tisztességes szerelőket meg kell becsülni, a szarházi gazembereket pedig, hát mint ahogy régen szájba verdesték, ha máshol nem a kocsmába, de retorziókat kell indítani ellenük, mert nagyon sokan kapzsik lettek és lehúzzák az embereket. És itt nem arról van szó, hogy a munkát meg kell fizetni, ez egyértelmű dolog. A tudást, a teljesítményt, a szerszámokat meg kell fizetni, de amikor a lehúzásról szól a történet, erről most már van egy pár videó fönn az interneten, nem a én csatornámon, de tökéletesen egyetértek vele, amikor megtörli az olajszűrőt, és elővesz egy régi szutykosat, mert neki van napi szinten csinál 10-15 olajcserét, elővesz egy ilyen szutykosat, megmutatja neked, és akkor mit tudom, a kék szűrőt mutatja, mikor neked előtte fekete volt, és ha emlékszel rá, akkor kiderül, hogy hát nem is cserélte ki, hanem csak megtörölgette, leengedett egy fél liter olajat, azt a másik autóban, amiben szép olaj volt, abból visszaöntötte, ugye, mert vannak olyan motorolajak, ami benzinesbe is jó, meg dízelbe is, na most, amikor egy jó benzines autóból időben lecserélik az olajat, az teljesen majdnem olyan színű, mint hogyha ha a kannából öntenéd ki. Tudom, mert nekem is volt Hondám, meg minden, tehát annak nem nagyon látszott a olajon, tehát nem azért kellett cserélni, mert már nagyon fekete volt az olaj, vagy éppen viszkozitás problémája volt, hanem hát volt ennek egy futás teljesítménye, és aztán lecseréltek. Tehát egymás mellé tettem sok esetben egy üvegbe a kettőt, túl sok ezért így szemre nem lehetett látni. Egy dízel autónál egyből látod, mert amikor egyszer átfordul a rendszeren, egyből fekete kormos lesz, és onnantól kezdve látod, hogy használt olajról van szó. Ha csak minimálisan is, de bekormolja. Na mindegy, hát ezek azok a trükkök. Aztán nem érted azt, hogy a jó barátod, aki viszonylag olcsón mindig ugrik és megcsinálja neked az olajcserét, majd aztán 10-20-50-100 ezer kilométer után kifekszik a motorod, és nem fogod érteni, hogy mi a picsáért. Mikor te megveszed a drága olajat dupla árba, kifizeted az olajcserét, a jó minőségű prémium szűrőt veszed bele, meg ez, meg az, meg amaz, csak azt felejted ki a játékból, hogy van egy jó barátod, aki szépen rendszeresen kibaszik veled, és hát úgy csinálja meg a dolgokat, hogy ő is jól járjon. Te meg aztán jól rábaszol a végén. Na mindegy, tehát nagyon sok téma van ebbe, biztos le tudtok írni ti is ilyeneket, mert gondolom, aki nekiáll saját maga szerelni, nem azért csinálja ezt, mert szerelmes az autóba. Ugye, tudjátok, a jó autó olyan volt régen ez a vicc, hogy szerelmes vagy az autóba, mert csak szerelem, csak szerelem, csak szerelem. Hanem hát ezek sokszor átbaszások miatt történnek így, és mivel az átbaszások nagyon sokba kerülnek, és sok esetben a baráti kapcsolatot végét is jelentik, így ezért lesz az, hogy több száz, több ezer ismerősből marad a végén 2-3, akkor már jó vagy. Aki tényleg olyan, hogyha hajnal 2-kor fölhívod, akkor nem azt kérdezi, hogy hát most akkor nincs kedvem, nem tudod mással megoldani, hanem azt kérdezi, hogy hova kell mennem és mit kell csinálni. Tehát ezek a dolgok halnak ki egyre jobban. Régen is voltak ezekkel problémák, de most aztán egyre kritikusabbak ezek a történések. És hát amikor ezek a dolgok megtörténnek, akkor az emberbe egy világ omlik össze a másikról, és hát elfelejtik az emberek, hogy mit tett a másik. Úgyhogy hát igazából erről akartam most így nagyságrendileg beszélni, aztán majd lesz egy másik videó arról azzal kapcsolatosan, hogy dízel vagy benzines, azt még lehet, hogy most meg is csinálom, aztán feltöltöm, azt ti majd eldöntitek, hogy mi a véleményetek. Semmiféleképpen nem fikázásról van szó, semmiféleképpen nem arról van szó, hogy bárki jó vagy rossz döntést tett azzal, hogy dízelt vagy benzinest, vagy esetleg elektromosat vett. Ez nekem egy saját véleményem, kitapasztalt dolgokból, és adott
árkategóriás és adott munkakörülményekre használt autókról szól. Nem arról szól, hogy egy sportkocsival most elmegyünk kaszinozni, és akkor az most hogy működik, mert abban nincsen tapasztalatom, hanem nem csináltam, nem is csinálnám, akármennyi pénzem is lenne, mert az nem az én világom. Sokkal jobb dolgokra el tudnám költeni azt a pénzt, hasznosabbra, de hát ez nem így adatott meg. Lehet, hogy nem is probléma, sőt, nem baj, mert az embernek azt a harcot kell megvívni, ami éppen előtte áll. Úgyhogy hát ezzel búcsúzom, most már kezdek egy kicsit lenyugodni, aztán megyek, megeszem a maradék reggelimet, ami úgy voltam már csúszásból, hogy csak a felét ettem meg, majd a többit majd, ha egyszer hazajutok. És hát ezzel így lezáródik ez a dolog. Majd jön, hogyha sikerül megcsinálnom ezt az autót, és jön az a része is, hogy a táliával is, hogy mire jutottam. Na, hát fel a fejjel, akkor sziasztok!